Tarjányi Gergő, a Györffy István Katolikus Általános Iskola hetedikese birkózásban több országos helyezéssel büszkélkedhet. A felnő rendőrként szeretne dolgozni. Köszöntöm nézőnket! A Györffy István Katolikus Általános Iskolában Tarjányi Gergővel beszélgetünk, aki a birkózásban volt eredményes az elmúlt időszakban. Mit kell tudni rólad, hanyadikos vagy, és egyáltalán hogy jött a sport az életedbe? A hetedik osztályban járok, hetedik B, és 2013-ban kezdődött nálam ez a birkózás iránti érdeklődés édesapám részéről, mert ő gyerekkorában ugyanezt a sportot csinálta, és egyszer levitt edzésre, és ez így nekem megmaradt, és azóta is tart. És elmondhatjuk, hogy azóta apát utolérted a teljesítményekben, vagy már túlszárnyaltad? Hát szerintem túlszárnyaltam. Hát erre büszkének kell lenni, azt gondolom, ő is büszke rád. Mit adott neked a birkózó sport maga? Elég sok magabiztosságot, sok önbizalmat, és a koromhoz képest egy kimagasló fizikumi szintet. És mondjuk az első versenyen voltak könnyek, amikor esetleg veszítettél, tehát ezt is megtanultad, hogy hogyan kell veszíteni? Hát igazából muszáj volt, mert nincs olyan, hogy minden versenyt meg kell nyerni, meg lehet nyerni. Amikor oda mész és elkezdődik a verseny, akkor ki tudod magad kapcsolni, hogy csak arra koncentrálsz, vagy mi segít ebben? Igazából versenyek előtti bemelegítés általában szokott segíteni a kikapcsolásban, és így a meccsém is tudok koncentrálni. Az jó, hogyha apa ott van a szőnyek szélén, vagy az éppen nem jó, mert esetleg zavar? Természetesen jó, mert jó esik a szőnyek melletti biztatás is. Mit kell tudni rólad? Ki az edződ és hol sportolsz? Kovács Lajos és Szabó Bence, és a Püspök Lányi Nehéz Atlétikai Sportegyesületnél vagyok. Legjobb eredményeid? Országos bajnoki harmadik hely és diákolimpiai harmadik hely. Karcagon hol tartod magad a birkózók között az eredményeiddel? Hát van egy versenyző, aki még kicsit felettem van itt a karcagiak között, de nem sok válasz már el tőle sem. Hogyan tudtok most edzeni? Már azt gondolom, hogy nálatok is elindulhattak néhány hete az edzések, de addig hogy volt? Addig otthoni edzéseket csináltunk, kaptuk a különféle feladatokat interneten keresztül. Mesélj azért egy kicsit az iskoláról is, hetedikes vagy. A sport mellett mi az, ami kedvenced az iskolában? Hát igazából a testnevelés órák, és mellett az informatika. Ez a kettő akkor azt is jelzi, hogy ezen a vonalon szeretnél majd tovább menni? Nem, ahol tovább szeretnék menni, az a rendészeti szak. Hát az akkor tényleg hogy jön ide? A rendészeti szakhoz ugye kellenek a fizikumi szintek, és ugye az engem sokkal jobban vonz, mint az elméleti dolgok.